itt van, megérkezett, nagyon szép keki színű felszerelésében a főváros madarainak álcázása véget vagy megtévesztésére. Máté Bence a világ egyik legjobb természetfotósa. Jó reggelt, sziasztok, nyugodtan mondhatod, én a legjobb. Az előbb hát egyébként azt mondtam. Kicsit hezitáltam. Ja, akkor nem voltam itt. Igen, de én lehetek nagyképű a te nevedben, tudod. Igen, azért mondtam, hogy buzítottalak, én nem mondtam volna. Én neked nem szabad ilyet mondani, de mi mondhatunk. Hát azért is mondhatjuk, mert most egy olyan fotópályázaton indultál, ahol a természetfotók nem feltétlenül szoktak tarolni. Mi ez a fotópályázat? A WordPress fotópályázat, talán ami leginkább ismerős a nagy közönség számára. 40 ezeren szokták megnézni Magyarországon, és a kiállítást, ami van minden évben szeptemberben. És a természetfotó az kicsit ilyen zárójeles kategória, hogy egy kategória van, ez is inkább report természetfotó, ami valami történetet mutat be. Én ehhez képest csak elküldtem 10 érdekes képet. Aha. Nem is feltétlenül függenek össze, bár hasonló körülmények között készültek, és így 10 év próbálkozás után beválogatták ezt a portfóliót. De ezt minden évben megcsinálták? Minden évben. És elküldött hátha. Nagyon fontosak számomra, mert óriási közönséget lehet elérni velük. És én rengeteget dolgozom terepen, kim vagyok legtöbbször Nádasba, sivatagba, őserdőbe, és ahhoz, hogy amit én ott látok, minél nagyobb közönséghez eljusson, minél nagyobb felülettel találkozzon, a pályázatok a legjobb lehetőség. Tehát akkor a témaválasztás semmit nem változott a korábbiakhoz képest, nem hőerőműket fotóztál, vagy karburátorokat, hanem továbbra is állat. Nehéz megállni a terepen, hogy én tudom, hogy a pályázatnak mi lenne az igénye, de valahogy engem annyira az nem izgat, hanem én egyedi képeket készítek, és képes vagyok akár hónapokat, vagy akár éveket is dolgozni egy fotóért, és aztán a pályázat meg vagy befogadja, vagy nem. Ez most bejött. Mindenesetre ez néha bejön. Volt már olyan egyébként, bocsánat, hogy volt már olyan, hogy így azt mondtad, hogy nem fogjátok fel, nem fogjátok volt, fel, hogy mi volt. Munka van ebben, hogy és tényleg nem esik le. De utána elküldtem éveken keresztül, és aztán egyszer csak bejött. Van egy nagyon komoly pályázati program, ami figyeli azt, hogy az adatbázis, amit létrehoztam a képekből, melyiket, mikor, hova küldtem el, ki volt a zsűritag, mennyi pénzt kerestem vele, minden adatot, amit le lehet archiválni, és amikor pályázok, akkor nekem nagyon egyszerű, mert a gép, az a program, amit saját magunk készítettünk, már csak azokat a képeket ajánlja fel, ami arra a pályázatra elküldhető. És ez nagyon megkönnyíti a munkámat. Tehát például van olyan, hogy egy pályázatra elküldtem, volt 6 zsűritag, de azt látom, hogy amikor 3 évvel ezelőtt elküldtem, akkor mindenki más volt a zsűriben, mint idén, ezért elküldhetem még egyszer. És volt már, hogy bejött. Nagyon jó. Hány kép fölött kell neked így döntened? Mennyi van most a tarsolyban? Kezd kicsit kezelhetetlenné válni, mert idén volt egy akkora ugrás számomra az akciófotózásban, mint volt annak idején 2004-ben, amikor megjelent a digitális technika, és kitolt az analógot, legalábbis az akciófotózásból. És ez pedig a RED kamerának az a technikája, amivel már folyamatosan lehet forgatni. Hát most mit jelent a folyamatosan? Tehát az minimum 24 kocka, de ezzel 50 képet csinálok másodpercenként, és nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ez folyamatosan vesz, és csak amikor én nyomom a gombot, akkor rögzít. Tehát képzeljétek el azt, hogy én beállítom egy helyre, ahol nagy valószínűséggel tudom, hogy valami jó dolog fog történni, vesz, és amikor ez a dolog megtörtént, akkor megnyomom a gombot, ráadásul a lábammal egy pedállal, mert közben egy másik fényképezőgéppel dolgozom. És mindez egy ilyen lehetetlen körülmények között. És akkor rögzíti az elmúlt egy másodpercet, meg a következő egy másodpercet is, vagy ahogy éppen én beállítom. Uh-huh. Tehát rögzített 100 képet. És ez óriási nagy segítség. De ezeket nem tartod meg, tehát abból kiválasztasz kettőt. A 100 képet megtartom, mert az egy fájtként jelenik meg. Hát röpködnek a terabájtok. Ez milliós tér. Nagyon komoly archiválásra van szükség ahhoz, hogy az ember ne ússzon el, és megtalálja, és ne veszítsen el fájlokat. Ez nagyon, agyilag nagyon ott kell lenni. Tehát egy ilyen egynapos várakozás a lesben, ez nagyon messze van a buszra történő várakozástól. Tehát itt fizikailag is, agyilag is annyira topon kell lenni, hogy ezeket mind-mind előre már tudni kell. Hát pont azt az egy másodpercet kell elkapnod, amivel aztán 100 képből lehet, hogy lesz egy olyan, amivel lehet nyerni. Meg, hogyha nem, tehát utólag nyomom a gombot, akkor az esetek 90%-ában lemaradok róla, hiszen az már megtörtént. És ezért fotózás közben általában az van, hogy én már tudom azt, hogy mi fog történni, és hamarabb nyomom a gombot. Most ezzel a technikával ez abszolút átalakul. Robotállatok vannak? Vagy hol volt ki? Vagy hogy? Honnan tudod? Hát gombnyomás, amikor engedem ki a ketrecből. Igen, most megegyétek a régiót. Azt mondtad, hogy ha valakit te elvinnél fotózni magaddal, akkor 98%-ra, mit beszélgettünk az előbb a hírek alatt, 98%-osan meg tudod ígérni, hogy lesz fotó téma. Na, akkor ezt hogy csinálod?
Hát úgy, hogyha ha rosszak az időjárás körülmények, akkor lemondom, hogy ne jöjjön. Jó, igen, ez egy nagyon, ez egy 50%-ot dob. Hát én madarak és állatok etológiájával ugyancsak felületesen, de mondjuk 20 éve foglalkozom, és tudom azt, hogy melyik állat mit szeret, és én azt, amit szeret, szeretem neki felkínálni a lesek előtt. Ez legtöbbször élelem, víz, fészekanyag, vagy egyszerűen csak egy olyan hely, ahol jó megpihenni, vagy itt van az ingemen egy gyurgyalagnak a mintája. Aha. Ez egy olyan madár, ami partfalag. Vagy kicsit készke. Bele a mikrofonba, hogyha... jó, mert így elmegy a hangot. Rakjam bele a gyurgyalagot? Ne, a gyurgyalag, ne a hangját, a hangot. Nem. Elég például, a hogyha megfelelő helyen, ahol a gyurgyalag szelet vadászni, oda ásunk egy gödröt, akkor jó esélye bele fészkel a falába, és akkor ez egy néha több éves előkészület, de a végén azt tudom mondani, hogy itt van egy kis kabin, amiben, hogyha beülsz, akkor olyan dolgot tudsz látni, amit egyébként nem, mert ezek az állatok nagyon félnek az embertől. Szarkáknak smukkot szorsz? Bármilyen húst. Ez igaz egyébként, hogy a szarka az egy ilyen gyűjtögető életmódot folytat, és összeszedegeti ezeket a kis csillogó-villogó vackokat? Varjúfélek azok az egyik legintelligensebb madarak. Nagyon sok mindent megtanulnak, és hát érdeklődnek. És ami nem a természetben való csillog-villog, azt szeretik összeszedni. Egy szarka talán annyira nem érdekes egy átlagember számára, mert ezt lát a városban, nem félénk. De most a magyarországi fajlistában 412 madárfaj van, és ebből mennyit ismertek? 5-öt? 10-et. 10-et. Melyik az a 10? Jó, 10-en, de 3-on. Az első bárják, ott van a gyurgyalag, aztán a szarka. Na, erre sajnos most nincs időnk. Bence, melyik volt az az állat, amelyik a leginkább megizzasztott, amelyiket a legnehezebb volt lefotózni, hogy nagyon nagy előkészületet igényelt, mégse történt meg az, amit te úgy gondoltál, hogy meg fog történni? A közelmúltban gondolkodom, a legnagyobb, ami legjobban megizzasztott, az a legnagyobb állat, az elefánt. Legnagyobb szárazföldi állat. Átszemét egy jó szeg, tényleg nem akarod állni. Egy hónapot töltöttem Afrikába, az ottani állatok fotózásával, már korábban több éves előkészületi munka volt, és az egyik fotoprojekt az úgy nézett ki, hogy egy fényképezőgépet letettem az egyik itató mellé, és abban reménykedtem, hogy amikor éjszakai életet élnek, akkor az itató mellé, amikor odajönnek, akkor tudok róla képeket készíteni csillagokkal a háttérbe. Ezre mondjuk 2 hónapot készültünk itthon, amíg a saját technikánkat felépítettük. Az itatót már korábban 2 évvel elkészítettük Afrikában. Igen, arról beszéltél, kitettük amikor mellé. Itt voltál. Ez mondjuk 3 nap installáció, rengeteg követ megmozgattunk szó szerint. Felépítettem a vakutechnikát, és a 3. napon jött egy elefánt, és az egyik vakut, amit saját magunk fejlesztettünk, az rálépett, és az ízeire tiport. Akkor hát lett egy kis dráma a rendszerbe, de, volt de még volt 3 vakum, 4 vakum volt összesen, és akkor mondom, még 3-mal el lehet vegetálni. 2 héten keresztül egy árva egér nem ment a kamera elé. Tehát ez azt jelenti, hogy ez napi 4-5 óra munka, akkumulátorok feltöltése vissza a hotelbe, ez mondjuk 4 darab ilyen 25 kilós akkumulátor. Úgyhogy elég érdekesen néztek rám a szállodában, amikor így olyan kocsi akkumulátorokkal rohangáztam a receptet. Örült neked a londiner. Rengel minden délután, kártyákat kicserélni, az egész terepet elrendezni. Utána rájöttem, hogy tulajdonképpen ezek az állatok nem akarnak inni, akkor adjunk nekik enni. Felhívtam a budapesti állatkertbe, van egy jó ismerősöm, és azt mondta, hogy utána néz, hogy mivel etetik az állatokat. És adott nekem egy listát, hogy a zebrának lótápot kell adni, a valamilyen citrusfélét kell adni az elefántnak. És akkor én elmentem a piacra, bevásároltam, vettem 100 kiló narancsot, mert hát elefántnál nem lehet ilyen. Nyilván kettővel nem mehetsz oda. A hotelben még furcsábban néztek. Uborkát. Itt az őrültság. Mindenféle élelmet, és aztán az elefántnak az egyik narkója az a narancs. Ha narancs van, akkor annak az illatára messziről oda megy, és 2 hét után tudtam az első olyan felvételt produkálni ezzel a trükkel, amikor már 2 méteren belül volt egy elefánt a fényképezőgép előtt. És a narancsokat utómunkába szedted le? Egyébként sok olyan éjszaka volt, ami meghiúsult, nagyon jó képek készültek, de ezeket a narancsokat az itató mögé közvetlen gödörbe raktam. És amikor egy narancsot kipiszkált, és nem ette meg, akkor onnantól kezdve az összes többi 1000 felvétel, ami készült, az ugye... Kuka, mert rajta van egy narancs. Szokták kérdezni, hogy mennyit photoshopolok, hát annyit, amennyit föltétlen kell, de a narancsot azt már nem szedhetem le a képről, hiszen az számomról már manipuláció. Aha. A színeket, a kontrasztokat, az élességet, a zajmentességet, ami arra törekszik, hogy leginkább visszaadja azt, ami a valóságban volt, azt csinálom. De mondjuk még egy elefántot nem rakhatok mellé, vagy még egy narancsot nem szedhetek le a képről. Igen, rakjuk egy opposszumot, hogy kitakarja, hogy te narancsot. A narancsot legalább arra jó lesz a dolog. Amikor kint vagy a lesen, akkor az én elképzelésem szerint fekszel egy 6 órát mondjuk egy ilyen lukban, vagy guggolsz, vagy térdesz akármicsoda. Mi van, ha akkor
bármi miatt ki kell jönni, és közben ott van az elefánt? WC-re? Hát mondjuk oda, vagy bármi igen. van. Most 56 napot ültem. 56 napig nem pisiltem. Nem feküdtem, hanem ültem egy víz alatti lesben. És ezt én már 5 éve építem. Van bent légkondi, van bent WC, ott bent fürdőkád, ja. az már abszolút luxus. Tehát, de hát ilyen hosszú időn keresztül azért, hogy ne kelljen hazamennem, kicsit az eredményességet növeljem, ezért lett bent fürdőkád is. Szoktak lenni ilyen képek a neten, hogy ilyen vidéki wellness, és mindig ez jutott eszembe, mert ez egy ilyen vas fürdőkád volt, amit ilyen disznópörzsölővel fűtöttem alulról. De hát de megoldottad. Ez a lakhelyed mellett van, ugye? Ez a les. És Afrikában? Afrikában meg egy terület tulajdonos kért meg, hogy nézzem meg az ő területét, és igazából majdnem egy kényszerpálya volt, hogy kimentem, csak így nagyon megnézem. És azt annyira megtetszett maga az ember is, meg a terület, aha. hogy elkezdtünk együttműködni. És azért cserébe, hogy nekem most van egy helyem a világban, ahova mehetek ingyen bármikor, ezért én terveztem neki olyan leseket, mint amiket itthon már kísérleteztem. De ez neki miért biznisz? Oda ő visz azért, más fotóst? Úgy vannak kialakítva, hogy ezt fotósoknak tudja hirdetni, és Afrikában rengeteg szafari létezik, és rengetegen megnézhetik terepjáróról mindenféle állatot, de olyan még nem volt, hogy az állat jöjjön az emberhez. És ez elsősorban az én műfajom, hogy mi elrejtőzünk, és az állatokat a valós viselkedésükben figyeljük meg, és az állatok jöjjenek a lesedé. Akkor ezt az élményt gyakorlatilag, most persze profikról is beszélünk, de egyébként civil emberek számára is hozzáférhetővé igen. lehet tenni, igen. ugye? Igen. Fordított Magyarországon állatkert, lesz, igen. Ez egy olyan, mint egy fordított állatkert, és én is dolgozom jó, hogy bevillantottad az afrikai címbinek a hoteljét, de hogy most itt nem... Az én leseim egyelőre csak fotósok számára alkalmasak, mert úgy vannak kialakítva, viszont minden lehetőséget megragadok, és akkor most ezt is, hogy arról beszéljek, hogy én azt tapasztaltam, hogy ez nagyon érdekli az átlagembert, hogy mi történik ott bent, meg ez a leselkedés, ez a brickbedőr, ez mindig kicsit izgalmas, hogy mit csinál a másik úgy, hogy közben nem tudja, hogy én ott vagyok. És tényleg ez főleg gyerekeknek nagyon érdekes, de szinte mindenki számára. És abban szeretnék együttműködni valakivel a jövőben, hogy olyan felületeket hozzunk létre, olyan leseket, ami nagy közönség számára nyitott, egyszer be tud menni 10 ember, nyilván nem lesz ott benne egész nap, hanem csak egy 15 percet, fél órát, de ezeket az állatokat meg tudjuk mutatni, hogy milyen elképesztő változatos a flórája és faunája a Magyarországnak. Hát erre már te tettél is lépéseket, én itt most olvasom, ugye, hogy Erdélyben Csaba testvérrel már csináltatok is két ilyet, ez igaz, ez a játszó? Csaba testvér egy nagyon, nagyon jó barátom, 4 évvel ezelőtt jött hozzám fényképezni, és ő nagyon szereti a természetet, uh-huh. meg a fotózást is, meg a gyerekeket is, és ezt a hármat úgy kovácsoltuk össze, hogy nem is olyan rég megépítettünk egy teszt medvelest, Székelyföldön, de jó az. Ami hogyha beváltja hozzáfűzött reményeket, akkor egy olyan infrastruktúra lesz, ahova az emberek be tudnak majd menni bármikor, és meg tudják nézni, hogy a les előtt a medvék hogyan élik a világukat. A les előtt hogy játszanak a medvék a gyerekekkel? Igen, a medve nem játék, mint tudjuk. És oda mézet teszel? A méz az egy nagyon jó dolog, de cukorról annyira nem szeretnék etetni ezeket az állatokat. Most kísérletezünk ki mindenfélével. Tök jó, egyébként a kezdeményezés az tényleg jó. Megnézzük, hogy mit eszik. Előtte felkészülünk interneten keresztül, beszélünk tudósokkal, hogy legalább az ismeretanyag, amivel már rendelkezik az ember, az rendelkezünk mi is. És utána meg kialakítjuk a saját magunk. Nagyon jó, nagyon szimpatikus. Tiszta karitatív vagy, mert van még egy kezdeményezés, ami mellé odaálltál, ugye ez meg a Schneidberger Ferenc, a világhírű gitárosnak van egy alapítványa, ahol hátrányos helyzetű roma gyerekek tanulnak zenélni. Igen, nagyon érdekel az, hogy tehetséges gyerekeket megkeresni, felkutatni és nekik segíteni, mert én is hasonló körülmények. Bár én annyira nem voltam hátrányos, hát mondjuk pedagógus szülők gyerekei vagyok, de... Az igen, ebben az országban egyelőre. Most már nem annyira hátrány, akkor hátrány volt, legalábbis én úgy éreztem, és tudtam, hogy nekem egy pici segítséggel mekkora lehetőségeim lennének. És hát szerencsére voltak, de valahogy az ember ilyenkor visszanyúl a gyökereihez, és a Schneidberger Tehetségkutató Központ is olyan, ami a Csaba testvérjéhez hasonló, aki hátrányos gyerekeket nek lehetőséget ad, és olyan értéket hoznak létre, ami egy ilyen ember számára
felbecsültetlen érték. Tök jó, meg az nagyon jó, hogy ilyenek mellé állsz, figyel. Te neved most már ismert, képeket ismerik, és hogyha leteszed a voksodat valami ilyen mellé, akkor képviseld nyugodtan, ennek mi mindig teret is adunk. Még egy, hogy a WordPress fotókiállítás, azt mikor lehet megnézni? Szeptember közepén fog nyílni, itt a múzeumban. Így van, hogy mindig jó. Ott van, ugye ez a most a klasszikus helyszíne évek óta, akkor tessék menni és megnézni. Köszönjük az ajándékot, mert van 2017-es naptárunk. Végre, így van, mert eddig nem tudtuk, hogy végre a te fotóiddal, mert egyébként van. Úgyhogy Bence, köszönjük, hogy bejöttél. Szerintem fogunk még találkozni, jó? És akkor sok sikert. Köszönöm a kívást, sziasztok! Hello, Máté, Bence, jaj, nem ezt a mondtam. Helyes stílszerűen. Mihelisz Norbi, jó reggelt, hello! Szia! Hány óra van most Japánban, hogy ilyen álmos vagy? 3-4 délután. Ja? Egyébként jól aludtam tegnapról már, úgyhogy nem vagyok álmos. Figyelj, és hol vagy most, Norbi? Egészen pontosan mindig nézzük a térképet, hogy egy picit mi is ott legyünk. Sakura. Ugyanis, igen, simán Sakura. Sakura. Igen. Aha. Van egy ilyen. Kicsit bizonytalan voltál benne egyébként, ez nekem nagyon tetszett. Nyilván leszállt a repülő, beültettek a kocsiba valahova, elvittek. Te most, ha minden igaz, akkor egy hiper-szuper szimulátoron tesztelsz. Mi van? Elfogyott a lóvé, és nincs pénzben nyára. Megint vissza a szimulátorok világába? Az ennél jobban sikerült az idényed. Nagyon jó dolgom van egyébként, mert itt vagyok a Hondának a hiper-szuper fejlesztő központjában. Úgyhogy most kijöttem a szimulátorteremből, és tőlem 20 méterre szerelik össze a Forma 1-es motorokat. Ilyenkor mi történik a te életedben? Tehát beülsz a szimulátorba, mész vele egy kört, idézőjelesen, hiszen az nyilván nem hagyja el a helyszínt, és akkor utána kiszállsz, oda mész a fejlesztőmérnökhez, és azt mondod, hogy hát szerintem a felfüggesztés még nem a tuti. Na de ez egy szimulátoron nincs felfüggesztés. Hát ezt hogy tudjátok vizsgálni? Hát azért a szoftveres részét azt nagyon jó meg lehet oldani. Nyilván itt is nagyon sok idő meg energia kell, meg lehetőleg sok versenyző általi visszajelzés ahhoz, hogy ez a virtuális modell jó legyen. De egyébként nagyjából igen úgy működik, hogy kipróbálunk egy beállítás variációt, mondjuk megyek két kört, akkor megvan egyrészt az információ, hogy milyen gyors volt a kör, másrészt meg a versenyző, nem is kell, hogy kiszálljon, rádión keresztül ad visszajelzést. Úgy néz ki egyébként maga a terem, hogy van egy külön terem, egy hatalmas kivetítővel, és egy formaautós kokpittal, és van egy üvegfal, ami ezt a termet leválasztja a mérnök teremtől. Tehát miközben én megyek, ugye az üvegfalon keresztül, hát most itt hat mérnök figyeli azt, hogy mi történik ugye a másik teremben, és mindegyik előtt ott van egy kis laptop, ahol valós időben látja azért a szimulátoros autóból kiolvasott adatokat. És hogyha megvannak az adatok, tehát, akkor ezt a rendes autóra rátáplálják, beállítják, és te ugyanazt az élményt kapod majd a pályán, mint most a szimulátorban? Hát azért szimulátor ez mindig egy kicsit más, kicsit fapadosabb. Uh-huh. Bármennyire korszerűek, meg bármennyire azért jól tudják modellezni a valós autónak a viselkedését, mindig más valós versenypályán körözni az igazi autóval. Igen, és a károsanyag kibocsátása is sokkal pozitív. Hát még nem tudom, ebbe a gyárba egyébként, hogy ezt az egészet működtessék, itt is biztos van károsanyag kibocsátása. Norbi, most őszintén, tehát soha nem fordult meg a fejedbe, hogy ez az egész csak egy ilyen parasztvakítás, hogy oda mész a kis japokhoz, és akkor mondják neked, hogy elmondod a kis igényeidet, ők meg elmondják, hogy hi, mielis vakarimasz, érted? Elmondják, igen, igen, nagyon bólogatnak, aztán azt csinálnak, amit akarnak. Mert hogy ugye hallottuk, hogy... De egyébként pontosan így van. Tényleg az van, hogy bármi van, bármit mond az ember, nagyon-nagyon éledelmesek, és soha nem hangzik el az, hogy nem. Tehát bármire az a válasz, hogy igen, bólogatnak, és akkor utána, hát sok esetben azért nem feltétlenül azt történik, mint amit csinálják a saját fejük után a dolgot. Így van, jó. Pontosan. De aranyosak, én szeretem őket. Vásárold be magad a csapatba, akkor majd odafigyelnek rá. A tulajdonosi körben. Nem lesz olcsó, szerintem, de lehet, hogy megérné. Na, volt egy tavalyi nyilatkozatod, amit itt most már egyre többen próbálnak meg előszedni, hogy azt ígérted, hát ilyet nyilván nem ígér az ember, mert azért mit tudja, hogy mi lesz, hogy 2017-ben egy világbajnoki cím azért kinézhet. Hogy áll most a realitás? Meg tudod-e csinálni? Hát azért mindig szeretek egy picit óvatos lenni. Tudjátok, ilyenkor a szalagcímekben mindig olyan dolgok szerepelnek,
amik úgy kiragadva a szövegkörnyezetből néha egy picit túlzóak, de igen, én fenntartom azt, hogy a 17-es év lehet az első olyan, amikor van gyakorlati esély világbajnoki címet nyerni, és amiért én nagyon magabiztos vagyok, az az, hogy látom tényleg azt, hogy mennyi pénzt és energiát tesznek Honda oldalról is most abba, hogy ebben a bizonyos 17-es évben az autó az sokat fejlődjön. Meglátjuk. Azért arról is nagyon sokat hallani, hogy a konkurencia sem alszik. Hát például most ugye arról lehet itt a háttérben informálódni, hogy a Volvo is borzasztóan sokat tesztel. Ugye nagyon jó versenyzőket szerződtetnek idénre. A Citroen bár kivonul a sorozatból, de ugye az én tavalyi csapattársam, a világbajnok Robert Hafő Citroennel megy. Az még mindig egy nagyon-nagyon erős csomag lesz. Tehát van esély világbajnokságot nyerni, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy sétagalop lesz. És hát a Lada is kiszáll, ugye, ők mondjuk rendre mögöttetek végeztek tavaly, de azért volt egy pár olyan pillanat, amikor borsot törtek az orrod alá. Így van. Úgyhogy ezzel is könnyebb lesz a dolog. Így van, hogyha én most választhatnék, én valószínűleg Hondával szeretnék menni, tehát biztos, hogy nagyon jó helyen vagyok most a gyári csapatnál, de azért látva a többiek erőfeszítéseit, még egyszer mondom, szeretnék világbajnokságot nyerni, szerintem jó esélyem is lehet rá, de azért sokat kell még tenni. Én nagyon szeretném anyádni végre, hogy láthassam a benned lakó szörnyeteget, aki majd előrobban akkor, amikor ott állsz, és az irgalmatlan, nem tudom, 10 literes pesgőt érted, rázott, kipukkan, és ott van, és Mielisz Norbi világbajnok. Én tudod, hogy fog örülni, lassan kitekeri. Jaj, ne pukkanjon nagyot. Ez nagyot fog szólni. Figyeljetek, srácok, júj! Igen, te egy ilyen visszafogott fiú vagy, de hát nyilván a pályán kell oda csapni, ott kell elővenni az összes energiát. A csapaton belül most a pilóták között van-e rangsor? Ugye ezt mindig megkérdezik, hogy hanyadik vagy a rangsorban? Nincs rangsor. Idén változott a csapat felállás, ugye a pilóta oldalról, mert japán versenyző lesz ugye a harmadik pilóta. Azért az látszik, hogy ő otthonosabban mozog itt a honfitársai között. Ez nem jelenti azt, hogy ő mondjuk előtérbe helyeznék hozzánk képest, de én azt látom, hogy ő itt a néhány évtizedes hondás múltja kapcsán egy picit talán előnyösebb helyzetben van, de minden évet úgy kezdünk, hogy mindenki tiszta lappal indul. A szezon közben viszont előfordulhat majd, ha egy versenyző mondjuk pontok tekintetében sokkal a másik kettő előtt van, akkor simán elképzelhető, hogy azt az egy versenyzőt kell segíteni a másik kettőnek. Így van. Van egy bizonyos szint után már csapat érdek, amit követni kell. Nagy közös csapatépítő szakézés és Pokémon keresés volt már, Norbi? Nem volt. Ma este egyébként szerveznek valami kis összejövetet, úgyhogy kíváncsi vagyok. Vigyázz velük, mert ha ők elkezdenek inni, ott nagy lesz a baj. Nem, ez Norbi, ez a tejfakasztó buli lesz. Egyébként nem bírják. Tényleg. Egyébként az a durva, hogy nem nagyon bírják az alkoholt. Tehát itt általában egy 2-3 sör után már néhány embernek fellőik a pizsomát. Igen, vagy elkezdenek karaokizni. Mert itt Anita kérdezte a tejfakasztó bulit, mert közben szezon van, te készülsz, ott vagy kint Japánban, aztán elindul majd a sorozat, és akkor utazol szerte a világba. Hát mi van, hogyha ott ülsz pont a rajtnál, megcsörren a mobiltelefon, oda tartja a menedzseret, hogy itt az asszony és a kórházban van. Akkor mi lesz? Akkor kövérgáz. Most a naptár szerint egyébként úgy néz ki, hogy pont az első verseny hétvége után érkezik majd a pici, de ugye ezt soha nem lehet ennyire pontosan kiszámítani. Én nagyon remélem, hogy otthon leszek. És felkészültél, Norbi, az apaságra? Felkészültél teljes mértékben? Már ha erre fel lehet készülni? Hát igen, pont ezt akartam mondani, hogy fel lehet erre készülni. Hát szerintem nagyon nem is kell. Én azt szoktam mondani mindig, hogy nem kell rá nagyon készülni. Van egy pár dolog, amit így előtte elolvasol, de hogy a természet az a több tízezer éven keresztül tök normálisan tudta tenni a dolgát. Tehát apu is, meg anyu is szerintem pont azzal rontod el, amikor mindennek majd én utána nem úgy értem, hogy ezt rá kell görcsölni, csak azért az, valljuk be, egy gyerek érkezése alapvetően felforgatja egy család életét. Tehát arra egy picit nem árt előkészülni, hogy ez mindez ne érjen annyira hideg zuhanyként, mint amennyire fog érni majd. Kesztyűje, overálja, sisakja már van a gyereknek, nem? A Johanna mellett nincs egyébként más választásom, mint készülni. Tehát már kaptam egy csomó könyvet,
Már hát nagyjából mindent megvettünk, amit ugye meg kell, be van rendezve a picinek a szobája is. Úgyhogy én pont a szimulátoromat szépen kipakoltam a szabadidőszobámból, és azt rendeztük be gyerekszobának. És borzasztóan várjuk. Neve? Publikus a neve? Még nem. Még vacilálunk, bármennyire furcsa. Van három név. Az István, az Antal és a Péter, de Lánc. Igen, az István és az András. A nemét lehet tudni? Még nem szeretném. De a nemét azt lehet tudni, hogy kislányt, ezt már elárultátok. Figyelj, a legszebb időszak lesz így, de hát nyilván mondjuk neked a versenyzés nagyon-nagyon fontos, nyilván nem tudsz szabadságra menni három hónapra. Két külön vonalon mozog szerintem a dolog, tehát azt sem szabad elengedni, ez meg az életed egyik legszebb szakasza lesz, úgyhogy spriccelj haza a versenyből, és legyél ott a szülőszobán, mert annál jobbat nem jó lehet lesz, elképzelni. Legyek ott, azt mondod, legyél. Nem, én nagyon szívesen bementem volna, például nálunk nem lehetett, mert volt egy kis bonyodalom, és akkor engem kiküldtek, ott álltam kék nájlon zacskóba beöltözve, van egy ilyen védelmi vonal, amit magadra kell venned, azt hiszem egy ezresére automatából vásárolod, és ott álltam beöltözve, én abból a szempontból szomorú voltam, hogy nem lehettem ott magánál a szülésnél, de az, hogy te vagy az első, aki a kezébe foghatja a gyereket, mert nálunk ugye a béka akkor még nem tudta a kezébe fogni, szegény, nekem adták ide először, hát én sírtam. Tehát a műtős néni jött oda, hogy Feriken, nincs baj, higgyél, ez egy tök normális dolog, mert én csak boldog vagyok, értse meg! Tehát ott sírtam, mint az állat, legyél ott, ha tudsz, az tényleg. Jó, mindenki ezt mondja egyébként, hogy meghatározó élmény. Norbi, nálunk apás szülés volt, a legjobb dolog az volt nekem, hogy a férjem ott volt. Szerintem többet segít ilyenkor egy férj, egy barát, bárminek nevezzük, az életet párja, mint sok esetben az asszisztens, vagy a doktornő, vagy a szülésznő. Az a tudat, hogy ott van és fogja valaki a kezed, az nagyon-nagyon sok erőt ad egy nőnek. Így van, a párod semmit nem fog egyébként ebből az egészből érezni, meg tapasztalni, nem fog semmire emlékezni arra, hogy fogtad egyébként benne a kezét, és legalább lesz bent öt olyan ember, aki folyamatosan figyelmeztette, megemlékeztet arra, hogy te láb alatt vagy, és semmit keresni való, de egyébként tényleg érdemes bemenni. Na, jó, megfogadom. Köszönöm. Jó, tudod, a Jani mindig a másik oldalt látja a dolgoknak, legyél ott. Én is benn voltam, átéltem ezt az élményt, fantasztikus volt, onnantól kezdve már nem lesznek titkaitok egymás előtt. Hát ez is benne van, ez is benne van. Norbi, nagyon szurkolunk, fogunk hívni még, nem csak köszönöm. Akkor, hogyha megvan ez a bizonyos cím, meg ne is kiabáljuk ezt el, nem kell erre még koncentrálni. A gyerekhez nagyon sok boldogságot, örömet kívánunk, és akkor aztán a versenyzés megkövetni fogjuk, jó? Nektek meg pedig szép napot, örülök, hogy hívtatok. Nagyon szívesen, Mielis Norbi, köszönjük! Szia Norbi! Szia Japán! Ígyatok szépen estére! No kérem, szépen beszélnünk kell egy hírről, ami most már fölütötte a fejét, és én mindig csodálkozom, hogy vannak emberek, akik mindenhez értenek, ez nem Bill Gates ellen szól, mert ő szólalt fel az 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. Na. Oda is elhívták őt. Bill Gates egyébként hát az egészségügy elkötelezett híve nagyon-nagyon sok millió dollárt ad minden évben például az afrikai országoknak a hívfertőzés, meg az AIDS kezelésére Afrikában, egyéb ilyen projektekben is benne vannak. De most az úriember kinyilatkoztatott ezen a bizonyos konferencián, idézem, azt mondják a járványügyi szakemberek, hogy egy levegőben terjedő vírus kevesebb, mint egy év alatt elpusztít majd 30 millió embert a Földön. Hoppácska! És lehet, hogy nem a levegőbe beszél. Mert ő arra hivatkozik, hogy a terroristák olyan szérumokat, vírusokat, bármiket tudnak előállítani, amivel aztán tényleg szétspriccelik a levegőben, és akkor vége a világnak. Atya úr, ennek az, már az előszele az, hogy Júli hány is fosik felváltam? Reméljük, hogy ugye nem? Reméljük, hogy szegény nem ezt kapta előbb, a nincs is jobbulás neked. Érdekes a dolog, én azt ennyire mélyen nem olvastam el a dolgot, hogy ő csak a terroristákra gondolt, tehát ki is mondta, mondta ebben a nyilatkozatában. Igen. Legalábbis a hírekben úgy szerepelt, hogy ő a terrorizmusra fogta, hogy azért is kell összefogniuk a világ kormányainak, és még nagyobb pénzt befektetni a megelőzésbe, meg a mindenféle kutatásokba, hogy ezt meg tudják előzni, ezt a világméretű járványt. Aha. Igen, egyébként ez egy realitás, hogyha belegondolunk, mert minél sarokba szorítottabb helyzetbe kerülnek, annál meredekebb dolgokkal próbálkoznak. Tehát, hogyha biztos vagyok benne, hogy ez már megfordult a fejükbe, ne adj Isten, tényleg ne következzen be, de simán benne van amúgy a pakliban, hogyha olyan szituációba kerülnek, hogy mondjuk így face-to-face már nem tudnak, tehát, hogy hagyományos formában nem tudnak már elkövetni, hagyományos formában, hát basszus, tényleg ez is de már így. De sajnos ezt kell mondanod, igen, az elmúlt évek. Hagyományos formában, tehát jó. Mindegy.
mindegy, hagyjuk. Szóval egy simán előfordulhat, hogy valami ilyesmiben is gondolkodnak majd. Na most azért érdekes, mert ő a 2014-es nyugat-afrikai ebola járványt, meg az 1918-as spanyolnát hát idézte Bill Gates, és akkor én, nekem ez nincs meg ez a terrorizmus elleni. Ja, azt hittem, hogy neked már nincs meg a spanyolnát. Hála Istennek az sem, meg nem is volt, reméljük, hogy nincs bennem. Nekem ez nincs ez a része meg, hogy ő a terrorizmusra akarja fogni a dolgot. Azt mondja, hogy bármikor előfordulhat egy olyan járvány, ami elindul a világ körül, és akkor ez gyakorlatilag egy éven belül 30 millió ember halálát okozza. Na jó, de azt a járvány mi okozza? Tehát, hogy azt ember alkotta járvány lesz, vagy a természet olyan mértékben mutálódik, vagy a természetben valami oly mértékben mutálódik, hogy kialakulhat egy ilyen vírus. Csókolom, kérdezünk még egy szakértőt erről. Jó. És mekkora ötlet, mert nézd meg, már itt is van velünk. Dr. Szlávik János, a kedvenc infektológusunk. Tehát, hogyha kell kedvencet választani, akkor Szlávik úr maga az jó reggel. Ő mondja meg, hogy mikor halunk meg. Igen. Szevasztok, kedvenc reggeli műsorom. Köszönjük szépen. Na hát tébláboltunk egy darabig itt a hír körül, azt nem tudom, mennyit hallottál belőle, ugye Bill Gates egy nemzetközi konferencián jelentette ezt ki, hogy ha elindul egy világméretű járvány, akkor 30 millió embernek annyi a Földön. Most azt nem tudjuk, hogy Bill Gates mire gondolt, hogy ez egy olyan járvány lenne, amit például a terroristák engednek szabadon, egy kis fiolából valahol, vagy pedig egy természetes úton kialakuló járvány. Kialakulhat egyébként még 2017-18-ban egy olyan világméretű járvány, ami mondjuk elvisz 30 millió embert? Ez létezhet? Nem létezhet. Én nem tudom, Bill Gates mire gondolt, ha csak arra nem, hogy pénzt fektetett valami olyan startupba, ami oltóanyagokat fog gyártani az elkövetkező években. Mert semmi olyan tudományos kutatási eredmény nincs, ami alátámasztaná azt, hogy bármilyen vírust a terroristák megszereznének és átalakíthatnának. Mindamellett nem egészen elrugaszkodott dolog ez, hiszen kettő olyan vírus van, aminél ez szóba jöhet, az egyik a madárinfluenza. Ugye a madárinfluenzának egy-két fajtája terjed madárról emberre. Egyébként vigyázzunk, nem az a fajta, amit a tavi hattyúkat gyilkolja Magyarországon, hanem ez egy távol-keleti fajta. Viszont szerencsére ez emberről emberre nem terjed. Tehát az a szegény kisgyerek hal bele, aki a madárfarmokon, ugye a madárürülőkkel érintkezik. Na most, ha már itt tartunk, néhány évvel ezelőtt egy amerikai kutató fogta ezt a madárinfluenzát, és összerakta egy humán influenzával, és létrehozott egy mesterséges, gyilkos vírust, ami rendelkezett a madárinfluenza pusztító erejével, tehát közel 100%-os a halálozás, és rendelkezett azzal a tulajdonsággal, hogy rendkívül könnyen terjed emberről emberre. Figyelj csak, azonnal felhördült a világ, hogy úristen, miért csinálta ezt? Na, ezt akartam én is kérdezni, ez csak tudományos érdeklődés volt, vagy kapott egy megbízást sok. Ő azt mondta, hogy azért csinálta, hogy akkor ő így már előre tud ellene egy oltóanyagot létrehozni. De nem is ez volt a vita, hanem hogy közölheti-e a tudományos eredményeit a világ leghíresebb lapjában, a Nature-ben. És az lett a döntés, hogy nem közölheti. Nem közölheti, és ne közölje, mert akkor esetleg tényleg a terroristák ötletet kapnak. Na most azért ez nem ilyen egyszerű. Gondoljátok végig, ezzel a vírussal a világ legszigorúbb laboratóriumaiban kell dolgozni. Olyan BSL-4-es laborban, ahol negatív nyomású levegő van, oxigénes szkafanderben járkálnak a tudósok. Na most nem olyan könnyű egy ilyen labort megcsinálni. Tehát ez föltűnne a világon, hogyha Jemenből rendelnének ehhez alkatrészeket. Ráadásul ezek a vírusok elpusztítják a létrehozójukat, hogyha nem vigyázz. Tehát nem véletlen, hogy egyelőre nem nagyon akarózik a terroristáknak a vírusokkal valamilyen komolyabb akciót végrehajtani. Ugye van még egy vírus, ha már itt tartunk, ugye az a fekete himlő. Igen. A fekete himlő, ami 1977 óta nincs a világon, egy Ali Mauv Maali nevű szomáliai emberke volt az utolsó. Itt volt a nyelven van a neve. Gondoltam, aki a fekete himlőben megbetegedett, és azóta ezt a vírust eldugták. Eldugták a Földön kettő katonai laboratóriumba, az egyik ugye Oroszország, másik az Egyesült Államok, és ott van ezekben a laboratóriumokban, szuper titkos helyeken a vírus, és évről évre felmerül, hogy pusztítsuk el, nem kell ez. És nem pusztítják el, De miért? Mert félnek, hogy mi van, ha valahol. És mit ad Isten, 4-5 évvel ezelőtt egy amerikai kisváros laboratóriumában poros üvegcséket porolgattak lefelé, egyszer csak az egyik üvegcsére rá volt írva, hogy fekete himlő. Aha. És akkor voltak olyan okosok a tudósok, hogy hát ez valami víz, megnézték, és valóban, képzeljétek, a fekete himlő genetikai elemei voltak a fiolában. Hát ezért nem pusztítják el. Azt tudjuk, hogy ki csinálta a fiolát? Tehát, hogy nem tudjuk, valamilyen régi amerikai labor volt. És mit ad Isten, azt is tudnotok kell, hogy van még néhány olyan hadsereg, ami mind a mai napig fekete himlővel oltja a katonákat.
mert fél, hogy esetleg terroristák kezébe jut a vírus, és Fekete Imlő az abszolút megfelel a biológiai hadviselés követelményeinek. Gyorsan terjed. Ez nagyon nagy ország hadserege, biztos valami mini állami, mert nem lehet túl nagy létszám. Igen, azt mondom, az Egyesült Államok. Ráadásul ennek egyébként egész komoly veszélyei vannak, ez egy aranyag veszélyes oltás, de mind a mai napig azért oltják, az oroszok is oltják egyébként. Ha nálunk, bocsánat, nálunk nem fordulhat elő, ugye, hogy Marika nénét portörölgetés közben ott, ahogy hívják a kastollakkal, ott lever tehát valamit, nálad, és akkor így az irodában. Nem, de egyébként Magyarországon is van már két olyan labor, ahol ilyen súlyos, életveszélyes vírusokkal foglalkoznak, ebolával, vérzéses lázzal, akár fekete himlővel is foglalkozhatnának, tehát szerencsére van nálunk ilyen labor, ami azért jó, mert hogyha valahol felüti a fejét valami ebola-szerű kórkép Magyarországon, akkor gyakorlatilag órákon belül tudnak eredményt mondani. Nem mondd meg, hogy hol van, nehogy essenek az ingatonára. Nem. Egyébként a régióban ebben az egyedülálló dolog, úgyhogy ennek én nagyon örülök. Ebben is jók vagyunk. Hát, ha mondjuk egy ilyen fekete himlőt, ezt a kettőt, amit mondtál, elpusztítanák, ezt a két fiolát, ugye mondtad, hogy két katonai bázison van, akkor ha fölüti a fejét mégiscsak valahogy a világban, tudunk ellene védekezni? Vagy ez szükséges ahhoz, tehát meg kell legyen a fekete himlő ahhoz, hogy a védekezés is működjön? Meg kell legyen, és nincs idő akkor már. Tehát amíg az oltóanyagok és a vírustörzsek rendelkezésre állnak, gyakorlatilag azonnal tudunk reagálni. Ha elpusztítjuk, akkor is tudunk reagálni, de ehhez idő kell. Hát itt volt a sertésinfluenza, emlékeztek. Azért kellett hozzá egy 3-4-5 hónap, mire milliós mennyiségben az oltóanyagot elő tudták állítani, és el tudták juttatni a megfelelő helyekre. Tehát itt az a baj, hogy amíg eltelik ez a 3-4-5 hónap, addig több százezer, akár több millió ember meghalhat. Tehát azért a veszély ott van. De hangsúlyozom, nem látok egyelőre olyan vírust, ami megfelelne egy olyan feltételnek, hogy a terroristák hozzájutnak, szaporítani tudják, megfelelő mennyiségben szaporítják, és eljutatják a cél helyszínre. Hát, nem, ilyen nincs. Te nem látod, de Bill már lehet, hogy látja. Hát természetesen azért nálam sokkal okosabb emberek is vannak, pláne Amerikában, pláne sokkal gazdagabbak, tehát ők valószínűleg sokkal többet tudnak, de én csak egy egyszerű kutató vagyok. János, látod a Z-világháború című filmet? Hogyne. Na, emlékszel, hogy abban az volt, hogy ugye a zombik azokat az embereket, akik elviekben betegek voltak, nem bántották. Olyan van, hogy mondjuk egyik vírus veszélyes lehet a másikra, tehát hogy mondjuk egy embert azért oltanak be egy vírussal, hogy az a vírus, amivel beoltják, a másik vírust elpusztítsa? Így van, van. Vannak rengeteg olyan egészségügyi állapot van, ami miatt például valamilyen betegség az embert nem támadja meg. Van egy olyan vérképzőszervi betegség, ami miatt például a malária nem tud megtelepedni az emberben. Van olyan fertőzés, ami miatt egy másik fertőzés nem tud megtelepedni. Vannak olyan genetikai mutációk, hogy a vírus nem fogja az illetőt. Ha már ugye a szakmámnál járunk, minden századik ember Magyarországon olyan genetikai mutációt hordoz, hogy nem fogja őt az étvírusa, akármit csinál egy étessel. Tehát ezek rendkívül izgalmas dolgok, hát ezek a jövő kutatásának a leendő célpontjai. Nem akarok morbid lenni, de ez szülhető? Tehát tudja az, akiben benne van ez a százas, hogy abszolút védett a dolog miatt? Nem tudja. Ez benne a gyönyörűség. Ez... Egyébként megint, ha már itt tartunk, van-e a földgolyón olyan ember, aki véglegesen meggyógyult az étből? Van. Egy olyan ember, aki HIV-fertőzött volt, ilyen vérrákja volt, és csontvelő átültetés kellett neki, és képzeljétek, pont egy ilyen genetikai mutáns csontvelőt kapott, és ő örökre meggyógyult. Hát 40 millió ember. 40 millió ember sajnos nem gyógyul. Ebből egy. Én úgy szeretem, hogy te ilyen lelkesen tudsz erről beszélni, ezekről a témákról, úgyhogy hívni félsz. Fog. Hát, olyan lelkesen hallgatjátok, úgy szeretem. Igen, titeket. Ez mondjuk ne. Ez igaz. Hát figyelj, ez a nem félsz, ez egy izgalmas dolog. Hát ugye 30 évvel ezelőtt, amikor megjelent ugye egy egyértelműen halálos, fertőző betegség, az emberben azért megfordult a fejében, hogy kell ezt neki csinálni, de végül is nem félsz. Ha betartod a szabályokat és vigyázol, akkor nem félsz. Hát ugye volt ebola járvány nemrég, és ugye az nem volt kizárható az, hogy Magyarországra is hurcolnak be ebolát, hát megpróbáltunk felkészülni. Járkáltunk a szkafanderben, próbálgattuk ezeket a fogákat. Végre! És képzeljétek, nem kellett fölvenni. A fene egye meg, nem kellett kicsit fölvenni. Kettő, ma meg is van az oltás. Mert az oltás is megvan. Hát a fene ette ezeket a betegségeket. Visszaengedünk a munkádhoz, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Ígérem, hogy hívunk még, hogy okosodjunk. Bármikor, ha járvány van. Köszönjük, dr. Szlávik János, pszichológusnak. Hello, hello.